Ezzel a 10 pályázattal Vajdaságban elindul a második fejlesztési ciklus, mondta Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője. 2016. január 31-én hasonló pályázati bejelentés történt, 10 pályázati kiírása hasonló pályázati kiírásokkal, és most azért hívjuk táncba a Vajdasági Magyar Közösség vállalkozóit, gazdálkodóit, a fiatal párokat, hogy hasonló sikert érjünk el, mint az első fejlesztési ciklusban. A Vajdasági Magyar Közösségnek van egy erős vállalkozói rétege, ami azt mutatja, hogy ezt a programot folytatni kell, jelentette ki Pásztor István. A VMS elnöke továbbá bejelentette a 2019-es évre vonatkozó 10 kisléptékű támogatást is, amelyek között most a turizmus is kiemelt jelentőségű lesz. Falusi házvásárlásra vonatkozó pályázat, földvásárlásra vonatkozó pályázat, a vállalkozás fejlesztések tekintetében eszközbeszerzésre, szabványosításra, kiírt pályázatra lehet számítani, a mezőgazdaság területén pedig zárt rendszerű, munkaintenzív növénytermesztést szeretnénk támogatni, az állattenyésztésben szeretnénk pályázási lehetőséget teremteni, a gyümölcstermesztésben, a helyi termékek előállításában. Egyebek mellett kibővítik azt a programot, amely a fiatal párok házvásárlását célozza, és ezen kívül még egy újdonságra számíthat a Vajdasági Magyar Közösség, mondta Magyar Levente, magyar külgazdasági és külügyminiszter helyettes. Ami egy újdonság, és amit büszkén jelentek be, az az, hogy a magyar anyaország családpolitikáját egy vonásban legalábbis megjelenítjük a mostani kiírásokban, amennyiben a nagycsaládosok még nagyobb kedvezménnyel, azaz még kisebb önrészsel tudnak majd pályázatokat benyújtani, mint korábban. Támogatandó Vajdasági Magyar Közösség berkei belül is a gyermekvállalást. A maximális támogatási keretösszeg egy-egy pályázat esetében több lett. Az eddigi 1,2 millió dinár helyett mostantól 1,5 millió dinár ez az összeg. A pályázás határideje július 31-e, a földvásárlás esetében pedig október 31-e. A részletek elérhetők a prosperitati.rs honlapon.